15 millió búzaszem. Ez a motto olvasható minden zsákon, melyeket magyar gazdák ajánlottak fel a Magyarok Kenyere program számára. A Pécsről 12 évvel ezelőtt indult programban évről évre nő az adományként érkező búza mennyisége. Ritlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke elmondta, hogy Sombereken 8. éve tartanak ünnepséget annak tiszteletére, hogy megérkeznek a felajánlások. Ez körülbelül úgy szokott lenni, hogy ilyenkor még az aratás tart, de az idejében sajnos Baranyában befejeződött a búzának a betakarítása, ilyen sem volt még, nagyon nagy az aszály, előbb kezdtük az aratást, és sajnos erre a gyűjtő időszakra már nincs mit aratni Baranyában. Ennek ellenére nem változott az a tendencia, hogy minden évben egyre több zsák búza érkezik a program részeként. Ritlinger József korábban Békés megye számára ajánlotta fel a megyékben megmaradó búza, illetve az abból készülő liszt felét. Ez egy kicsit azért inspirálta a gazdálkodó társadalmat, valaki dupláját, valaki másfélszeresét, de volt olyan gazdálkodó, aki háromszeresét felajánlotta. Ennek köszönhetően még nem vagyunk a végén, tavaly 40 tonna gyűlt össze Baranyába, az idei évben 160 felajánlottól már az 50 tonnánál tartunk idáig. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép teljesítmény, és egy nagyon szép összefogás a baranyai gazdatársadalomnak. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke szerint a Magyarok Kenyere a nemzeti összetartozás egyik legszimbolikusabb programja. Mint mondta, az elmúlt évtized alatt több mint 100 000 nehéz sorsú magyar gyermeknek segített a program 580 karitatív szervezet bevonásával. Amikor egy-egy gazda a megtermelt búzamennyiség egy részét felajánlja a Magyarok Kenyere programba, akkor tudhatja azt, hogy abból jut a határon túli magyar honfitársainknak is, de jut az anyaországi nehéz sorsú gyermekeknek, családoknak, hiszen az anyaországon és a határon túl is vannak nélkülöző honfitársaink. Fontos, hogy tudjunk nekik segíteni, ebben a programban pedig ennek a jó példáját láthatjuk az elmúlt években, és ez így lesz idén is. A gyűjtés elsősorban a búzára összpontosít, de az adományozó kedve nem kifejezetten gabonatermelő vidékeken is nagy. Erre jó példa Székelyföld, ahol évek óta a búza mellett mézet, burgonyát, sárgarépát és egyéb zöldségféléket is felajánlanak a gazdák.